Akárcsak az elmúlt években idén is szélsőséges időjárás jellemzi a téli időszakot. Míg az elmúlt héten helyenként közel mínusz 30 Celsius fokig is süllyedt a hőmérők higanyszála, addig a napokban 8 fokig enyhült a levegő hőmérséklete. Így nagy részt elolvadt a több centiméteres hótakaró, ami az őszivetést megvédte a fagyástól. Török Jenő, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta, a hirtelen hőmérsékletváltozás még nem tett kárt az ősszel elvetett gabonafélékben, de ha tovább melegedik a levegő hőmérséklete, majd hirtelen lehűl, az gondot okozhat a gazdáknak. Nem okozott még különösebb gondot, mert amikor nagy hideg volt, akkor azelőtt volt hó, egyszer egy 30 centis hó, az aztán elment, utána egy 12-13-14 centis hó, és egyelőre nincsen gond. Most van egy kis veszély, hogy a hó nagy része elolvadt, biztos udvarán teljesen itt nálunk még alig egy fél centi van, itt ott már a vetések látszanak. Ha most hirtelen lehűlne mínusz 18-20 fokra, akkor lehet gond, de jelen pillanatban még nem lehet panaszkodni. Problémát jelenthet a tartós felmelegedés is, mert a növények kezdenek feléledni, aztán, ha hirtelen ismét lehűl az idő, az nagy kárt tehet a gabonával bevetett területeken. A meteorológusok előrejelzései szerint az elkövetkező napokban tovább folytatódik a felmelegedés, csapadék nem valószínű. Török Jenő elmondta, tavaly ősszel 12 ezer hektár területet vetettek be Hargita megyében, amelyből 10.550 hektárnyit búzával, 450 hektárnyit rozzsal, 750 hektárnyi parcellát ritikáléval, 250 hektárnyit pedig árpával.